Az idén már harmadik éve, hogy megyünk erre a helyre, amit majd mindjárt megtudtok, hogy mi az. De most el kell kezdjek bepakolni a kocsiba, ami egy kicsit bókás lesz, mert igaz, hogy csupán pár napra megyünk, de annyi cuccunk van, mint hogyha legalább 3 hétre mennénk. És az az igazság, hogy abban sem vagyok biztos, hogy be fogunk férni, mert már tele van a csomagtartó, és még egy darab dolgot nem pakoltam még be. Szinte kizárt, hogy be fogunk férni minden cucca. Kizárt. De hát szépen bepakoltunk, itt hátul annyira nagy hely nincs. És még Gabó hátra van. Úristen, Gabó. Remélem, hogy csak egy váltáskával jön. Most már mozog, aha. Még egy nagy bőrön befér, nem? Ki tudom nyújtani. Még a Sophie vizitelő köszön, mert az még jó, hát szerintem akkor elindult a kis család. A babysitter. Végül is tök jó sült el minden, mert minden befért. Sőt, még egy bőrönnek még mindig van hely. Még valaki jöhet. Ryan, my associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electrochemical batteries. Do you think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Itt vagyunk a Csücsök csárdába. Megérkeztünk. Egyébként most már elárulhatom, Békés Szent Andráson vagyunk, illetve leszünk. Rövidesen megyünk a szálláshelyünkre, de előtte még kajálunk egyet itt a Csücsök csárdába. Ti, igen, ti, akik néztek bennünket. Mindent olyan bepakoltunk, hogy bepakolni még könnyű, de kiszedni már semmit nem tudunk. Azok a nézők, akik ebben nézik a vlogot, azoknak jó étvágyat kívánok. Meg volt a finom ebédünk. Most gyorsan, mielőtt elmegyünk a szállásra, még elmegyünk Gabóval a horgászüzletbe, egy-két dolgot vásárolnunk kell ahhoz, hogy tudjunk pecázni. Ja, megvan a etetőanyag, megvan a giliszta, meg megvan a csonti. Gyerünk a szállásra. Hát fiúk, lányok, megérkeztünk, itt vagyunk a szálláson. Rövidesen mutatom, hogy hogy néz ki. Gyertek, nézzünk be, hogy mi van odabent. This is the kitchen. This is living room. So ez a nappali, ez itt a konyha. Itt egy WC. Hello WC. Tusoló. Lépcsőke, ami felvezet egyenesen a tetőtérbe. És itt van még egy szoba, ami így néz ki. Ebben van összesen 5 ágy, ez lesz a mi szobánk, és ott lesz Sophie-nak az ágya. Hát, srácok, szerintem nagyon hibátlan ez a kis nyaraló. Most mutatom nektek a kertet, hogy néz ki. Figyelj, 3, 2, 1... Nem tudom, hogy látjátok-e a kert végében mi van. Horgászós hétvégén vagyunk, ez ilyen horgászós sztori lesz. Nézzétek meg, hogy mi van a kert végében. Víz! Sok-sok víz. Víz. Csónak. Víz. Víz. Stég. Gabó. Grillezőhely. Kiülős rész. Játszótér gyerekeknek. Hintapad gyerekeknek és felnőtteknek. Terasz, kiülő. Ja igen, és van egy felborult vízibiciklink is. Robi, fogtál valamit? Igen.
a bot végén kívül valamit, bármit. Fogtam, igen. Köcsök törpeharcsákat, azt fogtunk bőven. Fogtam egy 8 kilós pontyot. Aha. És 9 kilós amúrt, és 14 kilós harcsát. Tehogy is, semmi. Semmi nem volt. Egész nap itt ültünk. Nézd, kint a stégen. Kamerázol, az meg viszi a halabot. Tehogy is, azt szél rángatja. Na jó, igazából kapás van, úgyhogy el is köszönök. Ja, elköszönök. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Bocsánat, hogy félmeztelen vagyok. Mind a két ember, aki nézte a vlogot, köszönjük szépen. Bocsánat, hogy félmeztelen vagyok, de iszonyat nagy itt a meleg. És ja, Dubájban találkozunk holnap. Remélhetőleg akkor már halat is fogunk fogni, nem csak a bot végét. Sziasztok! Gabó, árulj el nekünk, mi történt? Mit szerettél volna csinálni? Szerettem volna. Ó, hát szerettem volna a labellómat használni, Augustus. Lehet, hogy meleg van. Majdnem sikerült neki, nem?